azoknak az ideje, akik végre rendet akarnak teremteni itt a magyar közösség dolgaiban, akik hosszú távon tervezik a jövőt szülőföldünkön Erdélyben, ennek pedig az útja és a megoldás az autonómia. Én azt gondolom, hogy a tusványos mint a világ közepe az autonomistáknak a legfontosabb találkozóhelye a Kárpát-medencében. Ugyanakkor azért a mi időnk, mert most kell áttörnünk a falat az autonómia és a magyar jövő kérdésében, és ezért gondoltuk azt, hogy úgy ennek a jegyében hirdetjük meg az idén a 24. Málványosi Nyári Szabad Egyetemet. Nem csak azoknak az ideje, akiket említett, hanem az EMMP-je is valamilyen formában? Az idei év? És ha igen, akkor miért? Az Erdély Magyar Néppárt az egyik legfontosabb autonómia párti szerveződés Erdélyben. Következetesen ezt képviseli különböző formákban, de amióta két éve megszületett, azóta a pártpolitikai eszközeivel harcol az autonómia gyakorlatba ültetéséért. Ezért azt gondolom, hogy igen, közeledik a néppártnak is az ideje. Egy párt esetében mindig a választási év a fontos év, ez most éppen egy béke év, 2013-as esztendő, de nagyon fontos abból a szempontból, hogy hogyan alapozzuk meg majd a választási esztendőket. 2016-ban lesz az az év, amikor az Erdély Magyar Néppártnak bizonyítani kell, hogy képes arra, hogy kiegyensúlyozza az Erdély magyar politikát, hogy a kétféle törekvés, az egyik a Bukarest orientált kisebbségi politika, és ezzel szemben az Erdély orientált autonomista politika keretében sikerül olyan kellő egyensúlyt teremteni, amely egyrészt együttműködési kényszerrel bír, másrészt pedig sikerülnek közös nevezőt találni mindkét politikai megközelítés eszközeivel, hogy sikerrel vigyük stratégiai terveinket.